Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Szinte záporoznak manapság a rossz hírek a magyar gazdaság házatájáról. Az energiaválság, az Európai Uniós megállapodás bizonytalansága vagy a háború következményei egyaránt próbára teszik a piaci szereplőket. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Gondok a vendéglátásban, újabb válságra kell megoldást találni. Bajban a gazdaság? Egyre erősebb az infláció Magyarországon. Kényszerű döntések, önkormányzati intézkedések az energiaválságra. Van ok aggodalomra a vendéglátásban. Ugyan a nagyobb vállalkozások jobban tudják menedzselni jövőbeni lehetőségeiket, de több szállodánál és étteremnél nagy kérdés lesz a nyitvatartás a következő hónapokban. A turizmus szereplőinek nagy része felélte tartalékait a COVID időszaka alatt, így most nincs lehetőségük egy újabb válság anyagi megoldására. A bezárások miatt ráadásul felvetődik a munkaerő megtartásának kérdése is. A témáról a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökét, Krivács Andrást kérdeztük. A COVID után újabb kihívások előtt áll a magyar turizmus. A szállodák és éttermek a megnövekedett energia és gázárak, valamint a folyamatosan, gyors ütemben, kiszámíthatatlanul növekvő élelmiszer és alapanyagárak miatt óriási bajban vannak. A vendégek már most kezdenek megfogyatkozni, az idegenforgalom szereplőinek kényszerű áremelése pedig nem javít a helyzeten. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke a helyzet javítása érdekében a környező országok probléma megoldásait is felméri. Nem csak azzal van probléma, hogy nincsenek vendégek, hogy egyre kevésbé realizálódnak a megtett foglalások, hanem óriási emelkedtek az energiaszámlák. Egy gyors példa, a saját szállodában a gázszámla 10-szeres, a villany az közel 11-szeres árat fog majd diktálni vagy mutatni a gázszámlákon. Hát a gázt azt már látjuk, a villany pedig majd januártól realizálódik. Nem tudni, hogy hova lehet tovább emelni ezeket az árakat. Voltak olyan kollégák, és vannak olyan kollégák a piacon, akik elkezdtek árat emelni. Én nem gondolom, hogy ez teljes mértékben ez a realitása, vagy így tudnánk ezt kivédeni. Sok-sok összetevős ez az egész. Pont ma hajnalban értem haza Olaszországból egy szakmai útról, és még jövő héten is megyek ki, aztán majd Luxemburg felé veszem az irányt. Pontosan a jó gyakorlatokat nézzük meg, és tanuljuk meg, amelyet majd a kollégáinkkal fogunk megosztani itthon, mint akár a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Sok mindent látunk, a térség összefogása, a vállalkozási szektor összefogása, érzékenyítése a piacnak, illetve alternatív energiaforrásoknak az igénybevételét, hogy lehet a legoptimálisabban kezelni. Hát ez az, amit most tanulunk, és minden rövidebb idő alatt át szeretnénk adni a kollégáinknak, hogy minden kisebb vérvesztességgel éljük túl ezt az előttünk lévő 1-2-3-4 hónapot, vagy akár 1-2 évet. A bezárások viszont országszerte már most elkezdődtek. Egy szálloda vagy étterem túlélésének és fennmaradásának szempontjából jelenleg az egyik legfontosabb kulcskérdés, hogyan tudja racionalizálni az energia felhasználását. Én úgy gondolom, akik a jó irányt fogják változtatni, azt nem tudjuk, hogy melyik a jó irány. A Covid-nál sem tudtuk, de ott azért lehetett tapogatni, lehetett érezni, hogy egy ilyen V-alapú vagy alakú válságról beszélünk. Most az én megítélésem szerint ez egy W-W-W alakú válság, amely azonnali megoldásokat kíván, sokféle és különböző megoldást. Hát itt most a válságkezelő közgazdászok is vakarják a fejüket, illetve hát néznek bele a nagy semmibe, hogy melyik lenne a jó irány. Ez valóban egy utalágazáshoz értünk. A legfontosabb az, hogy racionalizáljuk az energiafelhasználásunkat, akár negatív, akár pozitív irányba tesszük. Nem lehet tudni, hogy melyik a jó út. Tehát az, hogyha villannyal sütünk, főzünk és ezzel fűtünk, az, hogyha maradunk a gáznál, vagy az, hogyha egy kazánt, egy fatüzeléses kazánra állunk át, vagy éppen napenergiát, vagy a földenergiát használjuk, vagy ennek a teljes kombóját. Én úgy gondolom, hogy ez lesz az utolsó, amely a legbiztosabb, hogy mindenből egy picikét is optimalizálni, akár a nyitvatartásunkat, akár a raktárkészletünket, akár átállni egy 0 kilométeres ellátási láncra, hogy a termelőtől egészen az asztalig tudjuk az útját az alapanyagoknak, és így egy sokkal kisebb raktárkészlettel, egy optimalizált étlappal, akár
a wellness részlegnek az optimalizált nyitvatartásával, tehát egy szűkebb nyitvatartással, vagy éppen a szállodai szárnyaknak egy-egy lezárásával, vagy éppen kinyitásával tudjuk majd ezt a bizonyos expanziót lekövetni, amelyet a vendégek felé is mutatnunk kell, illetve saját magunk felé is. Egy vállalkozást azért hívtunk életre, hogy pozitívat termeljen, most pedig a nulla felé mutat sajnos. Az idegenforgalmat, a turisztikai szektort hatványozottan érinti minden csapás. Itt például kérdéses az is, hogy van-e helyettesítő termék, és ha van, milyen áron. Ez másfél évvel ezelőtt elkezdődött a papírra, akkor mindig azt mondtam, hogy ilyen nincs, hogy nem tudják megmondani, hogy egyszerű WC papírnak vagy toalett papírnak az árát. Hát most a húsokkal is most már így vagyunk, tehát ez az alfától az omegáig úgy kapunk árat, hogy nem kapunk árat, megrendelünk valamit, és abban az esetben látjuk az árat, amikor megérkezett, és megérkezik hozzá a szállítólevél vagy a számla, tehát nem tudunk előre tervezni. Ez meg még jobban rányomja a bélyegét erre az egész inflációs energia hatásra, amely most a mi szektorunkat érinti mindegyiket, de én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint a Covid alatt az idegenforgalmi turizmust hatványozottan, ugye ez a fajta típusú válság is az idegenforgalmi turisztikai szektort hatványozottan érinti, és nem beszélve itt az energiárakról, nem beszélve az alapanyagárakról, és akkor nem beszélve arról, hogy vagy van, vagy nincs, vagy van helyettesítő termék, vagy nincs. Ez egy óriási probléma, ami az euró-forint árfolyam, ami ez is nyomja a vállunkat, illetve az, hogy fogunk tudni emelni, miből fogunk tudni emelni a dolgozóink bérét. Jelen pillanatban a ágazatunk semmilyen támogatást nem kap, és a Covid ideje alatt sem volt bőkezű hozzánk a sors. Mindenki elköltötte, ami volt tartalék és fedezet arra, hogy további működést tudjon generálni, vagy éppen valamilyen fejlesztést tudjon létrehozni. Nem tudom, hogy mi lesz azokkal a kollégákkal, akik a Covidot pont emiatt tudták átélni, hogy elővették a tartalékaikat. Ezek a tartalékok elfogytak, ahhoz kevés volt a kétszer-három hónap, másfél év alatt, hogy ezek a tartalékok visszakerüljenek, és most erre a hibrid megoldásra hogy fognak tudni átállni, az fogalma nincs. Az ágazat nem kap elegendő támogatást. Október elején módosultak a szépkártyákra vonatkozó szabályok a turisztikai ágazat helyzetének javításáért, ez ugyanis egy fontos támogatási formája főként a vidéki turizmusnak, de erre a válság megoldásra úgy tűnik, ez is kevés lesz. A Covid alatt már sokan felélték a tartalékokat, így most még nagyobb bajban vannak. Felmerül majd a kérdés, hogy a kényszerűség szülte tartós üzemszünet és ideiglenes bezárások alatt az éttermek és szállodák hogyan tudják megtartani a munkavállalókat. Egyre bizonytalanabb helyzetben van a magyar gazdaság. Erősödő infláció, energiaválság, növekedő árak. Hogy mi húzódik meg a háttérben, hova vezetnek a folyamatok, és hogy mire számíthatunk a jövő évben, arra Gerhes Miklós közgazdásszal keressük a válaszokat. Jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Szeptemberben 26 éves csúcsra ugrott az infláció. Ez azt jelenti, hogy évtizedek óta nem is kellett ezzel a fogalommal sem foglalkoznunk. Lehet, hogy talán sokan nem is tudják, hogy ez mi, és hogy egyáltalán milyen hatással van a gazdaság különböző szegmenseire. Igen, ez valóban így van. Nagyon régen foglalkoztunk már ezzel, hogy az infláció milyen mértékű. Ugye az infláció az mindig jelen van a gazdaságban, minden gazdaságban ott van, de ennek a mértéke az a nagy kérdés. 0 és 5% között azt lehet mondani, hogy szinte természetes. 5-10%-nál, ha 10%-ot eléri, az már egy kicsit problémás. Amikor a kétszámjegyű átmegy egy 20% körülibe, az már elég súlyos. Ha 3-számjegyű, az pedig tragédia, ezt hívják úgy hiperinflációnak. Hát reméljük, ettől nagyon messze vagyunk és leszünk. Viszont a jegybank legfrissebb adata szerint a magyar gazdaság több mint 20%, közel 21% inflációs rátával bír. Ha hozzátesszük, hogy alapvető élelmiszereknél ez már a KSH szerint is 38-40% körül van, akkor nem valami rózsás a helyzet. Tehát nálunk is már ezzel az átlag 20% fölötti inflációval beléptünk egy olyan szakadba, amire már nagyon oda kell figyelni, és nagyon komoly intézkedéseket kell tenni,
hogy ez ne emelkedjen tovább. Milyen intézkedések lehetségesek, amik erre hatással tudnak lenni, és egyáltalán mekkora a mozgástere egy-egy országnak ebben a tekintetben? Ugye a magyar kormány meghirdette, hogy a jövő évben szeretné megfelezni ezt az inflációt. Egyáltalán milyen lehetőségek vannak erre, és milyen hatása lesz ennek a gazdaságnak? Hát alapvetően, amely a legtöbb kormány és a legtöbb ország a monetáris eszközökkel igyekszik segíteni ezen. Ugye azért mondta a miniszterelnök, hogy a jegybank elnökét utasította, meg a pénzügyminisztert, hogy felezzék meg. A monetáris eszközök közül az egyik fontos eszköz a kamat emelések. Na most ebben sem állunk valami jól, mert a jegybanki alapkamat per pillanat 13%, és ugye 1,6-ról ment, tehát eléggé romlott. De még nem is ezzel lenne a baj, hanem az igazi baj az, hogy a nemzetközi pénzpiac nem mindig fogadta el a kamatemelésünket. Tehát a kamatemelésnek az egyik legfontosabb célja, hogy a devizánkat erősítse. És amikor emeltünk kamatot, a jegybank emelte a kamatot, a forint tovább gyengült. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi pénzpiac nem fogadta el. Na most, ami mozgás tere van, és amivel lehet javítani az inflációt, mert az infláció az azt jelenti, rossz magyarsággal, hogy felfúvódás. Ennek ellentéte a defláció, amikor csökkennek az árak, amikor lefele megy minden, de hát az sem egy szerencsés dolog, mert 30 évvel ezelőtt Japán ebbe belekerült a deflációs helyzetbe, és még mindig nyögi ennek a vonzatait. Tehát... Milyen tényezők befolyásolják egyáltalán az infláció értékét, vagy mértékét? Hát az infláció mértékét mindenképpen egy országnak a piaci helyzete. Az, hogy mennyire exportképes. Ugye nagyon fontos az, hogy a gazdasági növekedés legyen. Tehát az a gazdasági növekedés, amit most elérünk, vagy tervezünk, akár 3-4%. Bár ezekkel a gazdasági növekedés nagyságrendekkel én szkeptikus vagyok nagyon sokszor, mert soha nem találják el. De nem csak Magyarországon, hanem a világon sehol nem találják el. És ezek a enyhe növekedések, ezek az inflációnak a következményei. Tehát magasak az árak, és ebből adódik a növekedés. Döntően. Nagyon fontos, ha már gazdasági növekedésről beszélünk, hogy a legfőbb összetevője a beruházások, a fogyasztás és az export-import különbözet. Jelenleg az export-import különbözet negatív. Tehát többet importálunk, mint amennyit kiveszünk. És ebben pedig, mivel Magyarország nagyon energiaszegény, és nagymértékben energia importra szorul, olaj, gáz, stb., ezért ez nagyon gyengíti a gazdaságot. A beruházások növekedése az már egy konjunkturális helyzetet teremt, ami csökkentheti jelentős mértékben az inflációt. Hát az mindegy, hogy milyen típusú beruházások. Így van. Viszont a beruházásoknál az, hogy milyen forrásból valósítja meg az állam. Tehát akkor abban az esetben, hogyha ezeket a beruházásokat indiai, kínai és egyéb hitelekből akarják megvalósítani, amely magas kamattal jelennek meg a nemzetközi pénzpiacon, akkor ennek a terheit még nagyon sokáig még a dédunokáink is viselni fogják, persze attól függ, mennyit vesznek fel. Ebben a helyzetben ugye is kérdezte, hogy az állam még milyen eszközökkel, én mondtam a kamatemelést, beindul a pénznyomda, tehát nyomtatjuk a pénzt. Na de hát ez megint egy inflációt gerjeszt. Ahhoz, hogy pénzhez jussunk, én úgy gondolom, a jelen helyzetben egy alapvető megoldás van, ezt egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt is más témában elmondtam, az Unióval meg kell egyezni,
irgalmatlan mennyiségű pénz van ott, tehát nincs arra szükség, hogy a pénzpiacon vegyünk fel hiteleket, magasabb kamatra is, ott van a helyreállítási alap és a többi. Ezeket a pénzeket nem szabad, hogy elveszítsük. És hogyha ez megvan, akkor lesz beruházás, akkor emelkedni fog a foglalkoztatottság, lesz pénz a lakosságnál újra, hogy kölcsön, és talán az exportunkat is fellendíti, tehát a gazdasági növekedés fő elemei valamennyi elem pozitívra fordul. Erre jön még az energiaválság, a magas rezsiköltségek, és hát bajban vannak a vállalkozások. Így van. Az energiaválsággal kapcsolatban annyit hadd mondjak el, hogy gyakran felvetődik magyarázatként az, hogy magasak az energiaárak, mert háború van, meg szankció van, és sok minden van. Én valamelyik nap néztem egy nemzetközi kimutatást, amely azt mutatja, és az inflációnak is egyik gyökerét itt meg lehetett találni, hogy 13 évvel ezelőtt egy tonna nyersolaj árából 100 tonna nyersolajat termeltek ki. Ma napjainkban egy tonna nyersolaj árából 5 tonnát. Ami azt jelenti, hogy a kitermelés költségei nagyon megnőttek. És energiát mindenki használ. Ez a hatalmas költségnövekedés, ez egy árspirálként jelenik meg a gazdaságban, mert a lakossági energiafelhasználás, a közlekedés mind-mind nagyon érzékenyen szenved ettől, hogy az energia ilyen magas áron van. Egyébként most napjainkban éppen a gázára harmadára csökkent a amszterdami tőzsdén, ami biztató jel. De akkor is ezek már beépültek a fuvarozásban. Egy konténer tengeri fuvarozásnál kb. 1 millió forint, mondjuk Malajziába, Nyíregyházáról elküldeni egy konténert, nemrég 1 millió forintba került, ma 3 millió, 3-4 millió körül van. Magyarul hiába van egy viszonylag élénk mozgása a világpiaci árban, a rendszernek a tehetetlensége kihat a gazdaságra. Mire lehet számítani a magyar gazdaságban, a magyar vállalkozásoknál, és azok a törekvések, amit most a kormány, ugye a KKV-k segítésére adó könnyítések, és például a Széchenyi hitel folytatása kapcsán próbál mentővet nyújtani, ez mire lehet elég? Hát ezt a jövő fogja eldönteni, de azt látom, hogy a kis-középvállalkozások például a vendéglátásban nagyon sok vendéglátóhely bezár, szállodák bezárnak. A téli időszakban nem vállalják a rezsiköltséget, hiszen náluk a gázdíj az 10-szeresére emelkedett. Valamelyik nap egy pék, szerintem ez túlzás, amit nyilatkozott, hogy ahhoz, hogy ő boldoguljon, egy kiló kenyeret 3000 forintért kellene adni. Hát most kettőnél tartunk körülbelül. Hát igen. Igen, akkor nem sokat tévedett. Tehát Nyíregyházán éttermeknél láttam ilyen zárórát, hogy 16 órakor bezár. Hát egy étterem Nyíregyházán, és elég jó nevű étterem, hát 16 órakor, hogy mert a lakossági fogyasztás csökken. Tehát igazából ez lenne a dolog lényege a kis-középvállalkozásoknál, hogy azok a szektorok, amelyek szolgáltató vagy a lakosság ellátását szolgálják, ők tudjanak termelni, de a lakosság pedig tudjon fogyasztani. Legyen miből fizetni. Ehhez pedig ugye az az egészséges dolog, hogyha a bérek nagyobb mértékben nőnek, mint az infláció. Hát erre pedig most azért rövid időn belül nem hiszem, hogy lehet számítani. Egy valami azért nekem megfogant a fejemben, és ezt egy ideje már így vallom, hogy az együttműködés erősítése az nagyon sokat tudna jelenteni, és erre egy jó példa a Miskolctapolcai barlangfürdő, amit a vállalkozások maguk dobtak össze, hogy újra tudjon nyitni a fürdő, hiszen nem jöttek a szállodákba a vendégek, mert nem volt fürdő. Igen, de túl sok szálloda van, meg túl sok wellness, és kevés ilyen vállalkozó, aki összedobja.
És ugye az rendben van, hogy most összedobja, de a működés folyamatában az majd kiderül, hogy ez mire elég. És én azért azt látom, hogy az egy dolog, hogy ha tudják működtetni, de a fogyasztó, tehát a vendég lesz-e. Lesz-e fizetőképes kereslet. Így van. Tehát ez a nagy kérdés. Gerhes Miklós, fogunk mi még erről beszélgetni szerintem. Lesz mindről, és reméljük, hiszem, hogy jobb hírekről fogunk tudni majd beszélni. Remélem én is. Köszönöm szépen, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönöm a meghívást. Gazdaság után gazdaságosság. Az energiaválság és az ebből fakadó drágulás miatt a megye számos településén kénytelenek bezárni intézményeket a következő hónapokban. Az elmúlt hetekben számos polgármester beszélt televíziónknak a szükséges intézkedésekről. A legutóbbi városi közgyűlésen pedig a nyíregyházi változásokra is fény derült. Ezekről a döntésekről mutatunk most egy hosszabb összeállítást. Egy ideig nem ijeszgeti a látogatókat Báthori Erzsébet fia szigurája. A véres történetéről hírhet grófnő életét is bemutató nyírbátori várkastély ugyanis a magas energiaárak miatt bezárt. A rezsiköltségek okán számos takarékossági intézkedés kellett meghozni a városban. Az elv az volt, hogy ami az emberek hétköznapi életét érinti, ott zavartalan is folyamatos legyen a működés. Ugye ez a Covid idején nem mindig volt lehetséges, és láttuk, hogy az emberek hétköznapjaira mennyire rossz hatással van, ha például bezár egy óvoda, egy bölcsőde, egy általános iskola. Az megnyugtató, hogy egyenlőre ezek a szolgáltatások nincsenek veszélyben, viszont minden mást, ami inkább kényelmi, vagy inkább nem a hétköznapunk szerves részét képezi, azokat az épületeket megpróbáltuk bezárni, csak egy párat mondok. Ami a turisztikát szolgálja, kulturális központ, közösségi ház, alkotóház, családi kuckó, multifunkcionális tér, ezek mind-mind-mind olyan létesítmények, amik vagy teljes egészében, vagy nagy részben bezárnak, de minden más szereplőtől, aki az önkormányzat büdzséjéből kap támogatást, működési támogatást, középületek fűtését, egyebeket, például sportegyesületekre, sportlétesítményekre gondolok, ott is egy sokkal szigorúbb üzemeltetési szabályzatot készítettünk, amivel garantálni tudjuk, hogy ott is a lehető legkevesebb energiaköltséggel fog működni a sportegyesület. Nyilván nem arról van szó, hogy a futballedzéseket nem kell megtartani, de nagyon nem mindegy, hogy a 10 öltözőből hányat fűtünk fel a téli időszakban, és ezzel sajnos, vagy szerencsére, nem tudom, attól függ, melyik részéről nézzük, milliókat lehet megtakarítani, úgyhogy mindenkitől, aki valamilyen módon függ az önkormányzattól, egy sokkal feszesebb együttműködést és gazdálkodást várunk el, hetente leolvassuk az órákat, elemezzük az abból befolyó adatokat, mert egy ilyen energiaár mellett az egész költségvetésünket vízre viheti az, hogyha túl sok energiát használunk, amit nem kalkuláltunk be. A 2 év pandémia után idén nyáron megint nagyon sokan keresték fel a Gergely-ugornyai strandot a nyári időszakban. Nem csak belföldről, de külföldről is többen érkeztek a Belegi térségbe. Az energiaválság miatt a megyében több fürdő és szabadidő szolgáltatás bezár kényszerűségből. A Vásárosnaményi fürdőt azonban nyitva tartják. A mi fürdőnk egy kicsi, tiszta, élhető, a Szilva Wellness és Termál fürdőről beszélünk, ahol ugye több szolgáltatás is igénybe vető, épp ezért látjuk azt, hogy mivel előrelátóan gondolkodott a fürdő vezetése, lekötötte az energiákat, tehát megfelelően tudjuk majd igénybe venni, normális áron tudjuk igénybe venni majd a gázszolgáltatást. Tehát már élő szerződés. Így van, élő szerződésünk van. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha szinte mindenhol bezárnak, de mi nyitva maradunk, akkor olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, aminek meg lesz a bevétele. Érdekes módon a hétvégét is figyelembe véve elmondhatom, hogy a ide látogatók 80%-a már nem helybeli volt, tehát nagyon sokan rájöttek arra, hogy Vásárosnaményban még nyitva van a fürdő, lehet úszni, lehet sporton, lehet kikapcsolódni, és azt hiszem, hogy erre szükség van, tehát ebben is egy kicsit előre próbálunk menekülni. Nyilván januárban szeretnénk egy karbantartást végrehajtani, de azt követően megpróbáljuk azt az üzemmódot folytatni, ahogy azt eddig is tettük. A Fényes Titkai képviselőtestület is foglalkozott már a kialakult energiaválsággal és az emelkedő rezsiköltségekkel. A polgármester azt mondta, másokkal ellentétben ők nem tervezik intézményeik ideiglenes bezárását.
Nálunk például az intézményeket úgy fogjuk, most akármilyen rezsicsökkenés lesz, igenis mi például a futball VB-re, a művelődési háznál szurkolói rendezvényt fogunk tartani, tehát pontosan most nem kell bezárni a közintézményeket. Ezt mondom a kollégáimnak is, hogyha hallják a televízióban, hogy teljesen másképpen akarjuk felülni a lovat, mert most kell igazán még jobban a közösségre odafigyelni ebben a nehéz időszakban, hogy hitet, reményt adjunk az embereknek, illetve tanácsot, ötletet, amit a magunk módján tudunk. Természetesen ha nincs energia, akkor nem, de akkor is van kiút, akkor össze fogunk bújni, bocsánat, mint a pingvinek, akkor se fogunk megfagyni. Hosszú József, Újfehértől polgármestere azt mondta, decemberben kénytelenek lesznek bezárni a művelődési házat, a város sportcsarnoka és uszodája azonban a téli hónapokban is üzemelni fog. Minden településen kellett hozni szívre markoló döntéseket, ez alól Újfehértő sem. Kivétel mi is átnéztük azt, hogy melyek azok az intézmények, amelyeket összevonással, átmeneti bezárással tudunk egy picit költséghatékonyabbá tenni. Itt ugye látjuk nagyon sok helyen a sportlétesítmények, illetve a kulturális intézmények esnek elsősorban áldozatául ennek az intézkedéscsomagnak. Hát mi a sportcsarnokot és az uszodát nem tervezzük bezárni. Ugye örömteli hír, hogy a múlt héten egy új egyesület is megjelent a városban, és a nyíregyházi Akvese vízlabdázói és úszói Újfehértőn találtak ideiglenes otthonra. Nyíregyháziként én ezt külön köszönöm. Igazán nincs mit. Kerestük azt a lehetőséget, hogy a gyerekek ne maradjanak mozgás nélkül, nekünk egy kis bevételt szerezzen ez a megoldás, úgyhogy múlt hét óta már Nyíregyházáról is járnak hozzánk. A teltházzal működik az uszodánk, teltházzal működik a sportcsarnokunk, és ráfizetéses, mert minden ilyen intézmény ráfizetéses, de úgy gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol egy picit áldozni kell arra, hogy a gyerekek ne otthon üljenek, ne a telefont nyomkodják, ne a városban olyan dolgokat csinálnak, amiket nem mindenki néz jó szemmel, hanem vigyük be őket a sport és a mozgás irányába. Nyíregyházán csütörtökön döntöttek a takarékossági programról. Már bezárt a városi uszoda, a Júlia fürdő és a fürdőház. November 1-től bezár a Continental Arena, a Színbád, egyes közösségi házak, a Kölyökvár, a Városi Galéria, a József András Múzeum, a Megyei Könyvtár és annak örökösvöldi fiók könyvtára. Szintén november 1-től rövidített nyitvatartással 10 óra és 15 óra között fogadja vendégeit a Nyíregyházi Állatpark. November 7-től az Ózon Hotel és a Pangea Hotel becsukja kapuit. November 15-től nem fogad látogatókat a Sóstói Múzeumfalu, december 1-től pedig a Pálinka ház sem. December 1-én bezár a Bencs Villa, december 16-ától pedig a Móricz Zsigmond Színház. Január 1-től a Jégpálya, január 9-től pedig az Aquarius élményfürdő sem fogad vendégeket. Nem zár be viszont az atlétikai centrum, a Hotel Dzsungel, a Pál Gyula terem, a Kertvárosi Közösségi Ház, az Alvégesi Művelődési Ház, a Borbányai Művelődési Ház, a Kálai Gyűjtemény és a Vécsei utcai könyvtár. Nem lesz lehet olyan kényelmes, de sem minden alapvető ellátást biztosítunk, erre törekszünk. Ami pedig a kormányt illeti, hogy kit hagyott cserbe, kit nem, a kormánynak van egy költségvetés, a központi költségvetés is könnyű helyzetben, és ott az a döntés született, hogy elsők az emberek, ez a rezsicsökkentés erről szól, azért emellett nem menjünk el, tehát minden háztartás, ahogy a pénzügyminiszter mondta, körülbelül átlagosan 180 ezer forint havi támogatást jelent, másrészt pedig két munkahely védelmi, munkahely megőrzési program, és hát ezt követően jönnek, de én azt gondolom, jönni fognak az önkormányzatok is. Most ebben a helyzetben nekünk ezeket az intézkedéseket meg kell tennünk a város érdekében. Nyíregyházán csak a december 31-ig szóló programról döntöttek most. A földgázbeszerzés november elején esedékes a jövő évre. Így a 2023-as cselekvési tervet várhatóan a novemberi közgyűlésen tárgyalja majd a testület. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új adással jövő hétfőn jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!